Vivien Fable, Álmok tengere, 21. rész. Elérkezik az utolsó éjszakájuk lélekföldön. Az ebédlő benépesül, a képekről és kárpidokról leélet alakok járnak, kelnek körülöttük, körbeülik az asztalt, ételt kanalaznak vagy markolnak a kiapadhatatlan tálakról, szaporán töltögetik serlegeiket. Falatozás közben halkan csevegnek, nevetgélnek, olyképp érthetetlenül, akárha vastag falon át szüremlene a hangjuk. Az idősebbek időnként nyakon csördítik a nyüzsgölődő ifjakat, utóbbiak gúnytűznek mindenből, ami másféle, mint ők, amint elterelődik róluk a figyelem, galacsinokkal dobálják egymást, rugdosódnak az asztal leple alatt, vagy a gyöpös korosztályok tagjaira grimaszolnak. Jasszalékról nem vesznek tudomást. Ez az első éjszaka óta így történik. Ők eleinte még sajnálkoztak, hogy nem szólíthatják meg Kasztak királyt vagy Toretto lovagot, ám idővel beletörődtek. Szandon örömes csapná a szelet egyik másik hajadon leánynak, a szép tevések szüneteiben pedig eldiskurálna a növendék ifjakkal, akik majd a vacsorával végezvén verselést, betűvetést, filozófiát, múlttant, kartforgatást tanulnak szigorú mestereiktől, miként hajdani életükben is tették volt. A békétlen pocmók hamar lesújt a madár körmös pálcával, ha tarítványa nem csüng az ajkain. A fenyítő eszköz eltűnése óta csillámporral fegyelmez. A vétség mértékétől függően alkalmazza a különböző fokozatú büntetőporokat. Némelyik csupán tucatnyi bibircsókot, netán piros kiütést eredményez. Más szerek hatására az okított ifjont szoborrá dermed, csacsifüles lesz, esetleg gyors növésű repkény békjozza őt a tanszobai székhez. Nasua, ha csak teheti, figyelemmel kíséri a varázslóféle aggastyán tevékenységét. Gyakorta elcsent tőle ezt-azt, kincseit az istállóban rejtegeti, ahol már réges-rég nem szuszognak paripák, ellenben rengeteg lovas szerszám és felszerelés kallódik körös körül. Ezek közül választ magának pompázatos új nyerget, puha bőrből lévő málhazsákot, ékkő díszes kantárt, feltöréstől óvó szörmét, egyet a lova hátára, egyet a tulajdon hátsója alá. Dolgos hörcsökként szorgalmasan töltögeti a kincsrejtő helyet. Az ugyancsak erős gyűjtőszenvedélyű Barinon szívesen együtt kacatol vele. Kettejük erőfeszítéseinek következtében pocmók szobája kezd kiürülni. Úgy rémlik, távozáskor teherhordó lovakra is szükség lesz. Elterveszik, hogy másnap indulnak az alvó királyért. Hiszen a megerősödött lekit néha már olyankor is felszárnyal, ha az egyáltalán nem áll szándékában. Ez elegendő, ha válogatás nélkül összeeszik mindenféle röptető hatású légképzőt. Bogyót, gyomot, szenet, tüzet, parazsat, bogarat, patkószöget, sétasajtot, vasfazekat. Időközben Nasua is mélyre hatolt a harcolás tudományában. Kezdetben Jasszal lépett mögé, és karját az övére símítva segített forgatni a kardot, és önmagához képest türelmesen magyarázta, mit miért csinálnak, miközben Szandón vagy Mütia támadott. Később Zsoldos segítette. Viador ostromolta a lányt. Egyszer csak elmaradtak a háta mögül, és ő önállóan küzdhetett. Később még az is megesett, hogy mindhárman megrohamozták, ő pedig képes volt visszaverni, de legalább szúrás távolságon kívül tartani őket, valameddig. Így aztán Mütia felhagyott azon vélekedésével, hogy a színjátékos hajlamú csitriből sosem lesz fegyverforgató. Immár belátja, hogy Nasua ügyes, talpra esett és kígyóreflexű, ráadásul a harcolásos szükséges keménységnek sincs híján. A sötét hajú, jégkék szemű, hosszú combon Mütia szertett néhány sárkány piktúrára, ezek a hátán fenekén pompállanak. Az ülepén lévő háromágú koronát formázó anyajeggyel kapcsolatban érzelgés nélkül vette tudomásul Jasszal közlését, miszerint ő alig, hanem Radga gyermeke. Apja bizonyára szirgebb, a hős viadorok leghiúbbika. Esetleg túlhordás esetén a korábbi szerető, vagyis maga Jasszal az atya. Vagy pedig fűfa, valamint boldog-boldogtalan, tette hozzá a tusázó, de már nem keserűség, hanem bolondozás és szándék által vezéreltem. A vaskos tréfából következően jókorát kergetőznek a villa körül, játékosan megvívtak, végül kölcsönösen megbocsátásban részesítették egymást. Viador már nem furcsálja, hogy a Radga hason más lány nem gyötri meg érzékeit.
Jól lehet, nemrég mindennél jobban vágyott egykori kedvese után, annak másolata nem gerjeszt benne vadvágyakat. Ebből arra következtet, hogy túljutott végre a szakítás fájdalmán. Ám mert ezt még nem meri biztosra venni, egyelőre nem is dicsekszik el vele. Higgadt kívülállóként szemléli Azin és Mütia elemi erejű testi vonzalmát. Erről na soha is tudna mit mesélni. Az emlékezetes éjszaka óta kerülte a festményről leszögdöső szerelmes pár hancúrozásától áthatott, zaklató légkörű szobát, inkább az istállóban próbált aludni a szalmán. Ott is gyakorta kiűzték a szeméből az álmot, hol az egyik izgatott úrfi szédült be titkos légyotra egy szolgálóval, hol egy kisasszony ajándékozta szüzességét valamelyik unokafivérének vagy egy gojlának. Máskor Mütia és Azin rontott be a kihaltnak hitt épületbe. Előfordult, hogy az óriás ártatlan fiúcskaként menekült az őt üldöző, bősz buja némber elől, de persze sarokba szorult, és oda lett erénye. Más alkalommal fordítva csinálták. A toronyember hajszolta a riadtan menekülő szüzet, még csak utol nem érte. Akkor aztán alaposan meglepte a szeplőtelent, mire az éles hangon ám hasztalan visongott. Végül persze, mi mást is tehetett volna, engedett a brutális erőszaknak. Azt is játszották, hogy Mütia kenyeret lopott, ezért Azin proszló elfogta, Azin bíró halára ítélte, végül Azin bakó karóba húzta a bűnöst. Mivel mód felett élvezték egymást, megtörtént, hogy rövid időn belül új és még újabb játékot eszeltek ki. Extázisuk meglehetős zsivajjal járt, ezen belül sóhajtozással, nyögdeléssel, hörgéssel, gurgulázással, sikoltozással, halsány nevetéssel. Ha netán elbotlottak Nasuában, megfették őt a leskelődés miatt, majd kissé eltávolodtak tőle, és tovább folytatták. Mindezek okán kórusban sóhajtoztak utolsó lélekföldi vasorájuk közben. Itt biztonságban éltek, nem kellett orv támadástól tartaniuk, a mesei hely lehének és hangulatának köszönhetően kellemes alapérzéssel indultak napjaik. E hangulás következtében kerülte őket a búskomorság, lelki tunyaság. Jesszel úgy véli, kedélye túlsággal is felderült. Nem akar megint érzővé, érzékenyé válni. Mindenről ez idáig csak Szandonnal beszélt. Szandonnal, aki a hosszas fogságból kiútva, most még végkábulatban fogadja a szabadság ajándékait, egyelőre nem kezdeményez az életnél. Átjáratja porcikáit annak örömével, hogy újra a maga gazdája lehet, sorsát nem más valaki irányítja, tetteit, gondolatait nem felügyelik. Mindketten valamiféle teszhalotti állapotban leledzenek. Viador nem mert tágítani erről a pontról, vele ellentétben Zsoldos nem retteg a következő stádiumtól. Ám abban egyetértenek, hogy már épp elég szót fecséreltek lelkükre, érzelmeikre. Tehát reggel, indulás. Jesszel kiadja a parancsot, mindenki csomagoljon össze még ma éjjel, és közben merőn nézi a bimbót. Mondani akarsz valamit? Kifirtatja a lány, kényelmetlenül feszengve. Viador nem tudhat az ő titkos szarkakincseiről. A te málhádat átnézem, közli a férfi. Nincs jogod hozzá. Nincs szükségünk fölösleges terhekre. Fölösleges holmit nem birtokolok. És az a szekérnyi mindenféle az istállóban, kifosztottad pocmok szobáját. Kérlek, ne hozz szóba a bibircses orrút, rimánkodik Mütia, egyszerre két tenyérrel lefödve arcát. Nos, igen. A címke nélküli üvegcséből rájuk szórt csillámporocska a legváratlanabb helyzetekben csinált belőlük gonoszdi csodát. Például, amikor valamelyikük füllentett, el vagy letagadott valamit, irítségem, rossz akaráson vagy kapzsiságon csípte magát, tüstént nőtt néhány bibircsók az állán, orrán vagy a homlokán. Olyankor is ez történt, ha a körülöttük nyüzsgő képalakok öltözetét, viselkedését bírálták, főleg a rossz természetű pocmókon köszörülték volna nyelvüket, ám erről hamar leszoktak, mert egyszer még a feneküket is elborították a fájdalmas pupoklik, és emiatt egy emberként hasonfekve töltötték az éjszakát. Mindezért természetesen Nasuát tették felelőssé, pedig ő ugyanúgy áldozatul esett a bibircsókosodásnak, mint társai. A képződmények mérete borsó szemtől ökölnyéig bármekkora lehetett, akadt köztük durván szőrös és szőrtelen, fájdalmas és kintalan, nedvedző és pikkelyes, rikító zöld, szederjes és tintakék színű. Jól lehet, néhány órán belül eltűntek, mély nyomot hagytak az általuk sújtottak lelkében. Nasua féltőn óvta a bibircsporos üvegcsét. Legit kivételével,
Mindnyájan megpróbálták elszedni tőle. Míg bele nem fáradt, fegyverrel védekezett, ám mert a rutinusabb harcmesterek léptennyomon legyőzték, inkább fortélyosan elrejtette a varázsszert. Ekkor került szóba a kínvallatás, de végül nem került rá sor, mivel a kezdeményező Szandon arcát legott ellepték a bibircsek. Mitya ezúttal megúszta a puklisodást, Jasszál tovább kockázta. Elcsortad a vajákos kódexét, kezdi. A bántó kifejezés elhangzásakor pendülés hallatszik, és már is megjelenik homlokán egy jókora dudor. Kijavítja magát. Szóval elcsortad a varázsló kódexét. Pang! A bibircs visszahúzódik. Viador végig simít a csúfság hült helyén, és folytatja. Leortál a szalmába egy rakás tégelyt, dobozt, szelencét, ruhaféléket, kitömött rémségeket, rossz nyavaját. Nem engedem, hogy mindezt magaddal cipeld. Nem kéj útra megyünk, hanem Kasztak királyért. Nashua ököllel az asztalra csap. Ezáltal egy rubin színű borral teli kancsó a levegőbe pattan. Szandon elkapja a repülő edény fülét, és megtölti belőle serlegét. A bimbó emelt hangon védelmezi gyűjteményeit. Szükségünk lehet pocmók különleges szereire, ha például túlerővel kerülünk szembe, vagy ha bezárnak valahová, vagy kizárnak valahonnan. Elolvastam a kódex minden sorát, ezek igazi kincsek. A ruhaféleként említett palástot ajándékba viszem a királynak, ugyanis az... Itt marad, morran Jasszál. Majd meglátod, hogy nem, vicsorgat a lány. A vállán üldögélő Trim nyugtatólag simogatja a haját. Amikor ujjai a fülében hintázó, ugyancsak gyűjtött ékszerbe akadnak, felhagy a cirógatással. Gyors mozdulattal elcseni a függőt, és az asztal túlsó végébe szalad vele. Meglátod, hogy igen, csikorgatja fogát a férfi konokul. Hadd mondjam végig! Nashua újfent az asztalra csap. Ezúttal egy lerágott csont szökken a magasba. Ezt műti a visszakézből megüti az öklével, mire a buzogány méretű cubák átröppen a feje fölött, keresztül suhan az arra sétáló kép alakon, a falnak ütközik, lepottyan és beszakítja a kőpadlót. A villarongáló lány menten elnyeri méltó büntetését. Az orrhegyéből előrobbanó fekete szőrszálak által égtelenített szederjes színű bibír csókképében. Vigyázhatnál, még megcsúnyóz, sóhajt a pendelyes, majd Jasszálra pillant. A köpenynél hagytam abba, és befejezem a közlendőt, mert nincs jogod belén folytani a szót. Hozzád képest még pocmók is kedves és törleszkedő. Tehát a holmi a bűnpártoló palást elnevezéssel bír, és arra lebben, akinek takargatni valója van. Épp ezért a király vehetné hasznát, hiszen a hatalom környezetében tenyészik a legtöbb haszonleső, ármányszövő, hazudós és méregkeverő. A palást megmutatnák Kasztáknak, kitől ővakodjék. Nem létezik akkora palást, amekkora az összes udvari zsiványt betakarhatná, legyint Jasszál. Majd betakargatja őket egyenként, ide agyott. A palástot az új szent könyv mellé teszem, és visszük magunkkal. De a többi kazatot itt hagyod, a több ládányi ékszert, cipőt, cicomát, piperét, sallangot. És ha azt kéritek, hogy mulattassalak benneteket, mit öltök magamra a szerephez? Amit eddig? A tehetségedet. Nashua hosszan kinyújtja, megkígyóztatja nyelvét, és még hurkot is formál belőle, jelezvén, hogy felkötheti magát, aki pimaszul bánik vele. Cserébe bibircsok nő az állára, kövér békát formázó, tintakék színű. Minek láttán Jasszán felszökkel ütéből, és dőrten kijelenti, hogy most aztán kihajít minden varázsport. Öles léptekkel az istálló felé indul. Nashua rémült sikójjal elévák, igyekszik hamarabb odaérni. Lélekszakadva rohan elő, ajtókat csapdos Jasszál orrára, és csupán lassítani sikerül a férfit. A házból kiútva cselezéssel próbálkozik. Az ellenkező irányba lohol, ám Viador nem dől be a furfangnak, nem ered a nyomába, hanem töretlenül az istállóban felhalmozó tudt kacatkincsek felé tart. Így aztán a lemaradt bimbó találomra a zsebébe nyúl. Az első ül kezébe akadó felcímkézetlen üvegcséből hint utána egy kevésnyi, ismeretlen hatású csillámport. Bocsáss meg, sóhajtja. Már nem is kell rohannia. Kényelmes léptekkel körbesétálja a tövises hajtások által gúzsba kötözött tuzsázót. Észleli, hogy tettéért újabb bibircsókot kapott jutalmul. Megvakargatja az órára települt gombaformájú rondaságot. Fejét csóválva az istállóba lépdel. Kezébe veszi a zsákmányolt holmikat, sokáig forgatja klárisokat, kösöntyűket, násfákat, némelyiket szenvedélyesen megcsókolja. Súlyukat taksálja.
Igazán nem foglalnának sok helyet, sóhajtja, és félreteszi egy híján mindegyiket. Könycseppet ejt értük. Egyenként maga elé tartja a ruhákat, a táncoláshoz előnyöset, a hódításhoz valót, a herceg kisasszonyos stílusút, a harchoz illőt és a menyegzéset. Utóbbival megpördül néhányszor. Szívszakadt sóhajtozás közepette félreteszi ezeket is. Azután a díszes, csinos topánokat és csizmákat, a kényelmes sarut is a maradó holmik halmára potyogtatja. Tenyerén hintáztatja a pödrött orrú papucsot, biztosra véve, ennek viselőjeként szárnyalni is tudna, csak csupán képzelőerő dolga volna az egész. Köpenyek, ingek, fűzők, harisnyák következnek. A rakás tetejére teszi, és búcsúzóul gyengéden megsimogatja pocmok tudós könyveit, a mások által körmölteket csak úgy, mint a varázslóféleség saját kezű feljegyzéseit tartalmazott. A Toretto szobájából gyűjtött kötet és a lemondás kupacára kerül. A melőveszt még egyszer végig gyönyörködi, hangosan olvasva emlékezetébe itatja a szerelmes harcolós hős költeményt. Hallja a versorok melódiáját, mire a karcsú kötet végére ér, már dúdolja is a maga költötte dallamot. Aztán felsorakoztatja a padlón a tégelyeket. Ezeken a következő feliratok olvashatók. Sűre, varasító, nagyobbító, kisebbítő, szemőstelenítő, mindenre jó. Utóbbi zsebre vágja, a többi megy a halomba. Sorra veszi a szelencéket, dobozkákat, üvegcséket. Valamennyiben varázsport csillámlik, legtöbbjükön nincs címke. Belátja, hogy a több tucatnyi tároló edényke valóban elég sok helyet foglalna a málhazsákban. Ráadásul égtelenül kocódnának, csörömpölnének. Így aztán a szalmára terít egy nagyobb bacska kendőt, és rázúdítja az összes csodaport. Ezzel végezvén felcsippenti a kelme sarkait. Összezutyúja a porokat, a keveréket elnevezi, lesz, ami lesznek. Csomóra köti a batyút, és a zsákjába sülyezti. A kiürített edénykék egyikét megtartja, ez elfér zsebben, és mindjárt feltölteti a kendőből. Végül elszemlélődik a terevélyes lemondás halma, és a nélkülözhetetlennek ítélt holmik a vakontúrásnál szerényebb kupaca fölött. Újabb könycseppet ejt a sokszorosan jókorább lakásra. Kisétál az istállóból. Az indák gúzsába bűvölt jesszálhoz érve, a tüsköszövevényhez érinti mutatójára húzott mágiás gyűrűjét, az egyetlent, amit megőrzött az ékszerek közül. Bocsáss meg, sóhajt még egyszer, és tovább lépd el. Orráról leolvad a gombaforma bibircsók. Elégedetten elmosődik, amikor meghallja a kiszabadult viador haragos rikkantását. Működik a varázslat, amelyel az ő azonnali szabadkezes megfojtását helyezi kilátásba. Hősök, hőse, sóhajt a rügy ábrándosan, és futó lépésre vált. Menekülés közben összetalálkozik Torettóval. A felséges megjelenésű középkorú lovag már jó ideje készülődött valamire. Sok időt töltött a szentélyben, saját szarkofágja mellett térdelve, kezében a hitkövekkel, lehorgasztott fejjel imádkozva. Tanácskozott Kasták királlyal, és többször hosszasan bezárkózott pocmókkal. A házi javas buzgón lapozgatott az egyik könyvében. Lassan nem értette a szavaikat, ezért megjegyezte, alkalomattán melyik fóliásban nézett utána, hogy miről is tanakodtak. Másnap kielégítette kíváncsiságát. Így aztán ő már majdnem biztosan tudja, mire készül a szabadságrendi lovak alakmása. Annak idején az aljas hipnóvarázsló tűzkerítést emelt lélekföld köré, mielőtt a szörnyetegek támadásáról értesülő Toretto útnak indulatott volna seregével, hogy Kasták királyt védelmezze. A lovag úgy ért élete végére, hogy nem teljesítette, amire felesküdött, nem harcolhatott a hazáját eltaposó támadók ellen. Ám a Pocmók Jós könyvében leírtak szerint egy napon vendégek érkeznek a tűzsövényen túlról, és itt létük során megélednek a holtház festményei, fali szőnyegei. Ekkor Toretto alakmásának az lesz a dolga, hogy felkészítse az útra a lovag értető módon nyughatatlan szellemét. Toretto tehát ennek végrehajtásán buzgolkodik. Pajzs hordozója segítségével összeszedte mindazon dolgokat, amelyekre szükségük lehet. Aztán a Siederkorú gólya lótot futott a páncélokkal, fegyverekkel, kardot, láncsát fenetett, élesztetett, pajzsot csinosított, újra pingálta az alaposan megkopott címerábrát, és nekilátott, hogy felfrissítse a szabadság, becsület, erény feliratot.
ám mert ő is hosszan időzött egy festménybe bénítva, most a többiekhez hasonlóan kiélvezte a múlékony feléledést. Éjjelente jócskán lerészegedett, szolgálókat hajszolt, némelyik leányzót utol is érte a tóparton, az útvesztős csalitban, vagy az istállóban, a szalmán. Talán épp e víg kilengések miatt haladt lassan a pajzs felirattal, sőt újra kellett festenie az egészet, amikor felfedezte, hogy elrontotta a rangos lovak krédóját, ugyanis mámorában ezt kalligrafálta a címerábra köré: ágyasság, csücsület, merény. Márpedig ennek így semmi, de semmi értelme nem volt, és még csak nem is csengett olyan veretes magasztosan, mint az eredeti szöveg. Tehát nehéz sóhajjal újra kezdte a munkát. Toretto rajta kapta a fiút a vétségen. Felbösszült, kardot rántott, a villa körül kergette a rémült fegyverhordozót, és az ilyetében bealélt a ház egyik sarkánál. A lovag azt hitte, a pimasz érzéketlen sieder elaludt. Majdnem felaprította dühében a gojlát, de szerencsére még időben észbe kapott. Ilyes mozzanatokat nézett végig éjjelenként Nashua, minden rezdülést megjegyzett, hogy mímesként majd visszatükrözhesse azokat mások gyönyörűségére, mulatságára, netán okulásképpen. Toretto lovag ezen az éjszakán fehér paripát vezet. A nemes állat sörénye és farka dús, hullámos és földigomló, járása légies, vágtája bizonyosan szélvészgyors. Az istállóba mennek, az előkelő férfiú személyesen nyergeli, kantározza a lovat, aztán bevezeti a szentélybe, ahol pucmok már várja őket. A tövis indák közül előkecmergeti a szál, a szabadkezes folytogatásról megfeledkezve kíséri az alakmás nyomában járó bimbót, és vele együtt nézi végig a szertartást, amelynek során a Toretto csontjait rejtő szarkofág fedele kinyílik, és az esküje teljesítésében meggátolt lovag, zaklatott szelleme kiszabadul a kőkoporsóból. Az alakmás és a szellem összeolvad. A magas, sudár, hosszúhajú, szakállas férfi felül a lóra, kézbe fogja pajzsát, és elrendeli, hogy katonái kövessék. A szentély megtelik súrogással, a halk lélekhangok röpködő lényekkel testesülnek, azok megnagyobbodnak és emberalakot öltenek. Végül a fehér paripán elvágtató lovagot követve áttódulnak a madárfej formájú, színes üvegablakon. Az opalizáló Toretto és lovas serege távolodik a levegőben. Sejt Isten lebömböl az égboltról, villámok csapdosnak az éjszakában. Jászal a fejét ingatva mered a magasba, és ekkor Nashua megragadja a kezét. Szabadság, becsület, erény, suttogja szenvedélyesen. Szavak, legyint Viador. Toretto és katonái csatlakoznak a szellemsereghez. Sokan, rettentő sokan lesznek, és legyőzik kínszonékat. Tám még a legbuzgóbb ülepnyalók is elfordulnak a fivérektől. Utóvégre ők mit állíthatnak szembe a szabadságrendi eszményekkel? Ezt! Gyilkolás, nyomor, hazugság, csömör! Jasszál összeborzolja a lány haját. Lehajol és csókot nyom a homlokára. Megható vagy, pendelyes! Nem, hogy inkább folytogatnál, atyácskám, dünnyögi a lány, vérig sértettem. Reggel sokáig szedelőzködnek. Hosszan babrálnak a lovak szerszámozásával, málhazsákjaikkal, tücsökkel, bogárral, így késleltetvén a távozást. Végül mégis nyerekbe kászálódnak. Lépésben indítják el hátasaikat. Sóhajtozva még egyszer alaposan szemügyre veszik a villát, a pajzs, kard és madárfej formájú színes festésű üvegablakokat, a kupolás előtetőt tartó szobrokat, az épület előtti teret övező, kaszkádos vízesést, a míves szökőkutat és az útvesztős sövét. Az itt még sehol se volt olyan boldog, mint itt, nyüszörög az óriás. Sandon Jasszára tekint. Mit is mondtál a bűnösök zarándoklatáról? Kérdezi tűnődő arccal. Kaszták király uralkodása idejében a bitangokat nem dugták rács mögé katakombákba. Büntetésképpen be kellett járniuk Ilónia vidékeit. Azok kerültek tömlöcbe, akik gyávaságból vagy megáltalkodottságból feladták az utat. A bűnösök menete ezen a földön is átkelt. Az zarándoklat sok lelket megváltoztatott. Legtöbbjük megtért az út végére, leszámolt korábbi életmódjával, a rablással, a gyilkolással. Legalábbis így mesélik, bár ami engem illet, nem könnyen hiszem el.
Ha Kastak király tetteiről csupán ennyit tudnék, már akkor is hűséges hívévé szegődnék, szól Sandor. Úgy sejtem, itt én is megtértem, majdan örömmel letelepednék lélekföldön. Te miért vállalkoztál erre az útra? Biador vállat von. Társai nem érik be ennyivel. Minden szempár rászegeződik, még a sárga kanca nyakán hevergető Trimé is, ő pedig kénytelen válaszolni. Azért, hogy kiszabaduljak Denik fogságából, úgy gondoltam, bárhol jobb, mint ott. Ám hamar észrevettem, hogy a kényuralom által kesergetett Ilóniában ugyanolyan folytott, fullasztó és dögletes a levegő, mint a halálkertjében. Hát te? Kérdezi Zsoldos az óriást. Azint becsapták, rikkantja a toronyember. Mióta nagyra nőttem és megerősödtem, folyton csak becsaptak. Egy napon elegem lett ebből. Elindultam a gyilokvárba, hogy a fivérek szemébe mondjam, nem szeretem őket. Katonák álltak az utamba. Sokat megöltem. Végül legyűrtek, és a bányába hurcoltak. Azután hajtottak körbe-körbe a nehezen forduló súlyos kerékkel. Megesküdtek, hogy igavonásomnak haszna és értelme van. Pedig nem is igaz. Nem is volt értelme. Harcolni fogok. Ennek lesz értelme. És a napsugár? Fordul Mitiához. Született harcos vagyok, feleli a lány. Nem is csoda, hiszen nemzőm és szülőanyám is hírneves tusázó volt. Semmi máshoz nem értek, egyéb nem is érdekel. Könyörületből nevelt gyerekként, még szolgáló vagy szajha lehetnék. Remélhetném, hogy esetleg nőül vesz a mészáros, a takács vagy a fegyverkovács. Az esketés után tucatnál szám, szülhetném a porontyot, naposztat sikálhatnám a családi odút, még fel nem fordulok. Még a gondolattól is szikrázik a szemem. Na persze, az is a harcolás mellett szól, hogy a csata végén mindig busás jutalmat osztanak. És te, Sandon? Ermó Zsoldos csapatának vezéreként épp eleget tapasztaltam a rémuralomból. Nem sikerült kiszállnom. Rab lettem, láncos bokájú harcolga. Mostantól mindent elkövetek, hogy Ilónia megszabaduljon a fivérektől. Meg lehet, gondolkodóba esnék az áldozat értelmén, ha nem Kastak királyt ültetnék vissza a trólusára. Benne hiszek. Ha mindezt túlélem, utóbb a szellememet óhajtom pallérozni. Hát te, Nasua? Az a kérdés, miért ragadtam a hősök hősére, a legendák lovagjára, Jasszárra? Mütia legyintve felnevet. Ennek okát a vak is látja. Tehát az a kérdés, miért segítek Kastak király összehozásában? Mert azután megint szabad lesz a nevetés. Többé nem mások mondják meg nekünk, hogy miről miként vélekedjünk. Félelem nélkül élhetünk. És akkor az emberek megengedhetik maguknak, hogy jobbak, sőt jók legyenek. Jaj, cinka, nyögi Viador, becsületkódexet írhatnál. Miért baj ez? Csodálkozik rá a lány. Nem baj, gyerekesség. De hát végül is mikor légy gyerekes, ha nem most, zsenge értelmű csitriként. Vegyél már észre, Jasszál, nyögi a bimbó. Nem vagyok gyerek. Rég észrevett, szól Sandon. Hamarabb elismeri, ha nem sürgeted. A mögöttük baktató sárkány felmordul. Mielőtt elkanyarodnátok a pedzett kérdéstől, én is válaszolni akarok. Rühellek veletek tartani, és trágyázok rá, kigubbaszt a trónon. Nem izgat fel, ha tiltják a röhögést. Tőlem. Továbbá az sem zavar, ha mások félnek, amíg nekem nincs mitől tartanom. Azt viszont szerfelet utálom, ha egy kínszon azt merészeli hirdetni magáról, hogy varázsló. Már most ugyanis, ha tudnátok, kétféle varázsló létezik. Az első eleve varázsló. Ez a kisujjában hozza magával a tehetségét. Ha akarja, ha nem, ő varázsol, és tudja, miként ámítsa, szédítse közönségét. A másik nem igazi, csak amolyan lóvá tesz. Azt az egyet nagyon tudja, miként ámítsa, szédítse közönségét. Harmadik féle nem létezik. Nos, Kinson ilyen nem létező. Úgy gondolja, ha kijelenti magáról, hogy ő mágus, tőle való féltében mindenki bólogat, lelkesül, vagy pedig meghal. Ő tehát megfélemlítési varázsló, vagyis szemfényvesztő, és ezt értsétek szó szerint. Igazából persze nem is létezik, mert senki sem hisz a varázs erejében. Márpedig akinek a varázs ereje erősen kétséges, az biza nem mágus. Azin unottan vele kérdez. És? Lekid megbántódik a közbeszúrás miatt. Te olyan ostoba vagy, mint egy sírgödör, morran. Ne szólj bele! Azin unja a sárkányt, rikoltja a toronyember. Mit akartál mondani? Azért unsz, mert nem értesz, édes fiam. A hülyék folyton csak unatkoznak. Ott tartottam, hogy Kinsonnak a hadereje nagyobb, mint a varázs ereje. Hát ezokból hagyják rá, hogy mágus. Azért tartasz velünk, hogy lelepleszt Kinsont, mint csalót? Firtatja Nasua.
Hoho, még nem fejeztem be. Hosszas lesz, sóhajt Azin. Nem lesz hosszas. De te sosem éred utol az okfejtésemet, ugyanis nincs mivel. A szóvicceimet se értetted. Például a többértelmű lóvá teszt. Különben kuncogtál volna. Próbálok azzal vigasztalódni, hogy remek harcos vagy, ráadásul jókora a bájdorongod is. Ám mindez mégsem vigasztal, mert a bájdorongod nevezetesen Bolhányit sem érdekel, ugyanis az enyém még a tiédnél is jóval nagyobb. Ki merészel ellenvetést tenni? Senki? Akkor tehát folytatom. Retár azt körtölte szét magáról, hogy tudós. Holott nem az, veti közbe Jasszál. Lekit bömbölet sárkányosat. Így is ki lehet fejezni, de én sokkal cirkalmasabban akartam előadni. Beérnek az erdőbe, homokos talajú, keskeny ösvényen ügetnek. A lovak patái tompán dobbannak a puha talajon. Tenyérnyi pillangók lebennek elő a körülöttük magasodó fák közül. Némelyikük fekete szárnyain sárga pöttyök pompáznak. Sötét színű testük végén karcsú potroh hegyesedik. Kerek fejüket előboltosodó szivárványos szemek és sokszorosan pödrött tapogató kékesítik. A másik fajta példányai jókorábbak, nem csupán szárnyakat, de törzsüket is szabálytalan formájú, fémes tündöklésű foltok szépítik. Kékek, zöldek, sárgák, pirosak, ezeket aranyszegély különíti el egymástól. A magasba emelkedő pillék áttetsző szárnyain oly szétsugarazó káprázattal ragyog keresztül a napfény, akár a Torettóház festett üvegablakain. Más pillangók barna és sárga csíkozásúak, de akadnak rikító zöldek és álcamintásak is. Utóbbiak szétnyitott szárnyai tarka nyílméreg békát, vicsorgó csontkoponyát vagy kaboson csiszolású drága követ mintáznak, elriasztásul, gyönyörködtetésül. Nasu a fütyül, sziszek, sóhajtgat elragadtatásában. Kinyújtja kezét, hogy a pillangók ráereszkedjenek, ám azok inkább a lovak farát, sörényét tüntetik ki. Egy foltos szárnyú lepke áldató fülhegyére ül. Pihenés közben finoman rezegteti szárnyait, mintha a meleg ellen legyezné magát. Egy barna-sárga csíkos pille a kanca sörényére száll. Trim elősandít a szőrszálak közül, hegyes nyelvével izgatottan körbenyalja a száját, végül eltekint attól, hogy befalja a gyanútlan hímporost. Az útjukat szegélyező fák mind magasabb és magasabb patkáról néznek le rájuk, mire a lovasok azon kapják magukat, hogy dombok között szűk szurdokban haladnak, Lekid megfeledkezik Retárt illető fejtegetéséről. Dohog, mert léptelnyomon beszorul a vágatba, ráadásul az orrhegyére tolakodó lepkék is idegesítik. Amikor az élen ügető Jasszál vágtába ugratja áldatót, a pöfögő ellöki magát a talajtól, és a fölé hajoló lombos ágakat recsegtetve, tördelve a fák fölé rugaszkodik. A pillangók könnyedén bírják a paripák tempóját. Fejük körül kavarognak, mellettük szárnyalnak, olykor légies köröket rónak a vágtázó lovak sörénye fölött, akár a táncolnának a száguldás örömében. A domb ismét patkává szelídül körülöttük két felől, majd besémul az ösvény szintjébe. Jobb oldalt ezüstösen gyöngyöző patakocska kígyózik köves medrében, óriási páfránylevelek hajladoznak fölötte. Zöld mohával, sejmes füvekkel parókázott sziklák gömbölyödnek a rohanó víz köré, mellettük alacsony termetű csüngőkecserjék ringatják liláskék ruhájú, fehér alsószoknyás virágaikat. A növényzet oly bújrázó, nedves és életteli, hogy hallani vélik lélegzetvételeit, sóhajtásait, a dúsulás és a növekedés nyögéseit, gyönyör sóhajtásait, ám meg lehet, mindez csak képzelik. Újabb és újabb lepkék súrognak feléjük a részegítően illatozó, buja hangulatot lehelő lombok közül. Némelyikük tenyérnyi, szétterpesztett szárnyain, akár a tükörben, saját arcvonásaikat látják viszont. Felismerik áldatót, a mosolymaszkos Trimet és a magasban szárnyaló sárkány morcos ábrázatát is. Az egyik pillangó Nasu a smaragdzöld szemét tükrözi vissza, színe változásaival, csillámlásával, bujkáló fényeivel együtt. A másik lepke Jasszál türkizből sötétkékbe váltó és zöldes árnyalatokkal is játszó iriszét villantja rájuk. A harmadik hímboros Mütia áttetszően jégkék szemével igézi őket. A negyedik lepke szárnyon Szandom páncélkék szemét fedezik fel. Remélem, hamarosan elkopik ez a rengeteg fájdalom a tekintetedből, sóhajt a bimbó, a kézfején egyensúlyozó lepke szárnyait fürkészve.
Szívesen segítenék. Akkor énekelj valamit, kéri a zsoldos. Rövid töprengés után rázendít a mémes. Dala napsütésről, vízről, illatos virágokról, száldosó pillangókról, örökké ható pillanatokról szól. Tisztán, érthetően, szívmelengetően énekel. Minden porcikájából üdesség, életöröm és derű árad. A szándon tekintetét tükröző lepke drámai módon rezgeti szárnyait, amiként egy révült táncos mozgatná karjait, emelkedést, repülést jelképezően. A dal végén elrugaszkodik Nasó a kezéről, és kavargó társai közé vegyül. Száznyi pillangó tarkálik pörök csapon körös körül, mind részegültebb ívű röppáján táncolnak, köröznek, végtelen jeleket írnak, csoportos zuhanásba fognak, ám mielőtt összetörnének a talajon, egyszerre fordulnak át, és a magasba fúrják magukat. A lefelé vezető ösvény mindkét oldalán vadóckéjeknek hódoló patakok zúgnak, kacskaringóznak, köveket rohamoznak. Átbuknak rajtuk, mélybe zuhannak, sziklamélyedésbe szorulnak, és kitörnek onnan. A gyémántosan szikrázó víztükör fölött szélsebes a röptű, násfa szép madarak cikáznak. A tűhegyes csőrű, tűzzománcos tündöklésű, óceánkék, vércseppiros és üvegzöld tollú szárnyalók különös hangon trilláznak. Énekük olyatén illúziót kelt, mint a érzékítő illatú aranyló mézborral kenegetnék hallgatóságokat. Nasua tarkótól ágyékig összeborzong. Szájához emeli, óvatosan megnyalintja kézfejét. Sajnálkozva állapítja meg, bőre nem mézbor ízű. Lehújt szemmel hallgatja tovább a simogató, gyönyörködtető madáréneket. Egyszer csak gyanítani kezdi, hogy most már mindörökre liba bőrös marad. Rémülten feltekint. Jasszár rúgtat előtte. Rengeteg szálú, kékezüst fényű, gyűrűs haja a nyargalás ütemére lobog. Akárcsak az alatta ringó áldató királyi andús, hullámos farok szőrzete. Mén és lovasa összeolvadtan egyszerre mozog a vágta ritmusára. A látványtól bűvölt Nasua zsigereiben felcsendül egy régi dal, amelyet nem volt szabad énekelnie, de még csak nem is hallgathatta azt. Ehhez te még kislány vagy, mondták neki, és nevettek. Ő persze megvetően úgy tett, mint a oda se figyelne, vagy utálkozást mímelve befogta fülét, így aztán mindannyiszor részesült az érthetetlen, felkavaró furcsa élményben. És most a férfias harmónia igézetében úgy érzi, zenét lát, aldató és viador alakjában testet öltött a dal. A felismerés dermetre riasztja, amint moccanni képes, a ló oldalába vágja sarkait. Jócskán lehagyja Jasszát, hátranézve rádöbben, hogy látta már ezt a megkísértő képet. A felé közelgő, nyűgöző szépségű ment és lovasát. Bágta ritmusban lengedező fekete sörényüket, a paripa ésötét színű, csillagporos szemét, tágult orlikát, és a férfi rászegeződő tengerkék tekintetét, arcán a gyógyuló sebb hegét, a körülöttük száldosó színpompás pillangókat, a föléjük kereklő égbolttal. Csak hogy a kormaszlak szétnyilaszta a gyötrő álomképet. A sárga kanca döccenbe megáll. Viador a lány mellé rúgtat. Csípőjét előre billenti, és a megtorpanó áldató nyakára ejti a szárat. Mi van, cinka? Miért nézel így? Hogyan nézek? Bántóan. Bántóan! Sziszen Nasua, holott halálbiztosra vette, hogy ilyetén mély érzésű nézéssel férfi szemének még sohasem volt találkozása. Jasszal az első, akit ekkora megtiszteltetés ért, és ő mégsem méltányolja. A bimbó hirtelen oldalba pöccinti a kancát, repülővágtában hagyja el a kínos közelséget. Mérgesen gondolgat Szándorra, aki itt örömes letelepedne, mert hogy lelke megtért. Micsoda? Itt? Amióta ő betette a lábát lélekföldre, egyfolytában lobogó mágián érzi magát. Feldúlt, zaklatott, légszomjas, izzadós, hideglelt, álmatlan, zizegős, idegroppant. El innen! Viador elhűlten mered utána, fel nem foghatja, mi ütött a cudar szüleménybe. Gyanítja, hogy jót tenni neki néhány baráti szó, amint ez átsóan agyán, áldató a sárga ló nyomába rugaszkodik. A meglepett tusázó előbb visszanyeri egyensúlyát, majd közli a ménnel. Szándon baráti szavaira gondoltam. Késő, nyilsebesen beérik a lelassult sárgát. Jasszál elkapja és megrántja a lógó szárat. A kanca megáll. Nasua lehorgat fejjel gubbaszt a nyerekben, haja eltakarja az arcát. Mi rosszat mondtam? Kérdezi a férfi.
Mostanában a szakodnál is hibbantabb vagy. Na nézd rám, gyerkőce, mi ütött beléd? Hibbant vagyok, gyerkőce! Hüppög egy felismeretlenül bús hang a sötétvörös hajzoltak fedezékében. Anyámmal akarok beszélni. Jesszel megreszelgeti a torkát. Nos, ő meghalt, nem emlékszel? Akkor atyámmal, fivéremmel. Igen, most már azonnal a térdemre akarom ültetni Kabart vagy Tintót, mint máskor, ha valamelyikük gondban, bajban volt. Velük majdnem mindent megbeszélhettem. Nem segíthetek? Te? Hőrena kérdezett, haját hátravetve felsandít. A férfi érzi, hogy menten meghatódik, elgyengül, és recegős lesz a térben, hiszen könnyeket lát a smaragdzöld szempárban. A könnyezés pedig kivéthetetlenül meg annyiszor megtöri a fajtáját. Semmi baj, nyögi, ne bömbölj, semmi baj! Szerinted bömbölnék, ha nem volna semmi baj? Minek nézel engem? Komolyan hallani akarod? Ha felelek, se vége, se hossza nem lesz az okogásnak. Jól van, felej, ha mersz. Tőled kéne félnem? Hogy utállak, hősök hőse, inkább lennék a sárkányé, mint a tied. Nincs akadálya, feltéve, hogy Lekid is egyetért. Nashua elkerekedő szemmel bámul az arcába. És én hogy szerettem mesélni a rólad szóló történeteknek azt a részét, amely így hangzik. A hős Jesszál nem vetette magát küzdelembe, csak megmutatta a fegyvereket, mint az igazi férfiak, mire az ellenfél azon nyomban elkotródott. Mindig szándékosan elvétettem a szöveget, hogy még egyszer elmondhassam, újra ízlelhessem a szavakat. Csak éppen megmutatta a fegyvereket, mint az igazi férfiak. Most is elvétetted, mutat rá Viador. Így szoktam meg. Mit akartál ezzel tudtomra adni? Nem érted? Nem értem, követhetetlen vagy. Végül is megbocsátható, süvölvénykorban rettentően zubognak a testnedvek. Ilyenkor sokan meg is őrülnek. Elszegődnek a férfi gyűlölő Rióra istennő hívei közé, vagy Hitleánynak mennek. Attól függően, melyik isten imádását választják, némely pendelyesek még arra is képesek, hogy örök szüzességet fogadjanak. Én is foglalkozom a gondolattal, mormolja a rügy. Kolostorba zárkózom. Jesszál a fejét ingatja. Nincs az az Isten, aki téged elviselne. Találj ki másféle élve eltemetkezést. Az örök szüzességet pedig felejtsd el, ugyanis unalmas. Egyébként, ha emlékezetem nem csal, kezdetben még egyenletesen hibbant voltál. Mostanában szélsebesen váltakoznak őrjöngéses és nyugodtabb időszakaid. És még mi egyebet figyeltél meg rajtam? A férfi vállat von. Tudod mit? Beszélgess Sandonnal, vele sosem kötekedsz. Ő is türelmes veled, pompásan megértitek egymást. Oda löksz neki? Ezt mondtam volna, rökönyödik Jesszál. Jól van, sziszegi Nashua, legyen óhajod szerint. A tusázó jobb szemöldökét felvonva mered az elszáguldó pukkancs után, majd lassan a balt is felhúzza. Hasztalan töprengedik, képtelen megfejteni, mi ütött a pötyke lányba. Nashua eltűnik a horizonton. Viador bevárja társait. Igyekszik olyan képet vágni, hogy annak láttán ne legyen kedvük a szotykos holléte felől érdeklődni. Nem is kérdezősködnek, még a tompa eszű azint sem. A sokasodó pillangókat csodálják, a festett üvegablakhoz hasonlatos szárnyúakat, az arcmást, szempárt, tükrözőket, a csontkoponyásokat, a sárga-barna csíkosakat, a piros alapon fekete pöttyöseket, a fekete alapon sárga foltosokat, a nyílméreg béka tarkákat, a gyémántos ragyogásúakat és ezer sok másfélét. Dombok közé érkeznek. Szanaszét szórt, zöldre lombosodott sziklák, kövér gyümölcsök terhétől roskadó illatos bokrok, valamint fátyolos levélzetű, lilálló és lángpiros virágfürtöket ringató fák szegélyezik a völgyben kanyargó esvényt. A fák kérgén, a lombokon, a köveken, mindenütt, amerre néznek, pillangók pihennek, lebegnek, kavarognak, leülnek az órhegyükre, hajukra, kezükre, a lovakra ereszkednek. Súrogva ellepik őket, parányi pontokból lévő szemük minden fél gömböcskéje, a környező világot, a rájuk bámuló személy mását ragyogja vissza. Megpillantják Nashuát. A lány a pillangókkal borított kanca mellett térdel, és egy törpével cseveg. Az apróság csatos cipőt, budgyos szárú térnadrágot, fodros gallérú inget, és lengeteg madártollakkal ékített, csámpán feltett kalapot visel. Hosszan megnyúlt, nyakba lógó főcimpáján ékszerbogarak díszlenek, aranykarikák, kicsiny csontocskák himbálóznak,
íves körmű hosszú ujjain befoglalatlan türkisz, smaragd, rubin, zafír és topázkövek szikráznak. Épp úgy a bőrébe süppetten, amiként Szántó nemeskővé vált szemet ündököl Jasszál homlokán. A közelgő lovasok észleltén a törpe két kézre kapja a fejét. Jaj, 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 sopánkodik, lassan léptessetek, ne érjetek hozzájuk, ne nyúljatok a szárnyukhoz, se a csápjukhoz, a lábukhoz se, óvatosan lélegezzetek, le ne fújjátok a hímporukat, roppant törékenyek, mód felett kényesek. Te vagy a... kérdezné Szántón. A törpe közberikkant. Én hát, a pillangó szurdokban jártok, bár sejtelmem sincs, miért jöttetek erre, itt csak bajt okozhattok. Ha csupán egyetlen lepkicskémnek is bántódása esik, végzek veletek, van egy csomó mérgem, zöldek, habosak, gyilkosak. Nem bántjuk őket, ígéri Jasszál. Ha akarod, még az ugriféles süvölvényt is itt hagyjuk neked. Legyetek boldogok, ég veled! Aztán mégis marad, ugyanis a törpe kiölti és felpödri keskeny hosszú nyelvét. Miközben karikát formáz belőle, szaggatott rikoltó hangot ad ki. Ennek hallatán két hatalmas lepke csap le a fakoronából, egyenként akkorák, mint csőszük. Vállánál megragadják és felemelik az apróságot. A magasban forgatják, táncoltatják, spirálban röptetik, zuhannak vele, hempergetik és lópálják. A törpe szétvetett lábakkal kacagva élvezi a repülést. A lovasok fölötti lebegtében újfent karikát pödör a nyelvéből, és fültépő rikoltást hallat. Ezúttal egyetlen, óriási hímporos suhan elő a lombok közül. Hatalmas pillangó számos lábával hátulról átöleli Nasuát, és felkapja a levegőbe. Fénylően zöld, piros, kék és sárga szárnyfoltjait aranyszegély különíti el egymástól, a színpompás mintázaton keresztül ragyog a lombok által megszűrt üvegzöld napfény. Nasua karjait lengetve viteti magát a könnyedén szárnyaló erős pillangóval. Nyakmeretten bámuló társai úgy látják, mint az ő testéből sarjadnának a színes üvegtáblához hasonlatos, meseszép ragyogású szárnyak, mint ha átváltozott volna. Pillangóval szárnyaló tündér királylány! Lelkesül Azin. Szívesen összeütögetné lapát tenyerét, de észben tartja a törpe csősz intelmét, és nyugton marad, nehogy kárt tegyen valamiben. Nasua lágyan röpköd, zúgva suhan, finoman szitál. Légibukfencet vett, égre száll, mint a füst. Süvítve zuhan, többször átfordul, majd a levegőre hasal, és állni látszik rajta. Mindeközben hangosan nevet, énekel, és felfelszisszen örömében, amikor röptetője újabb és újabb mutatványokkal kápráztatja őt és publikumát. Véges végül az óriás pillangó földet ér vele, kiengedi testét a karolásból, és búcsúzás nélkül elhussan. A lány hosszan utána bámul, majd a bűveletből eszmélve körbe pillant. Mi már nem is tetszünk neked, ugye? Fintorog rá Szándon. Hát, hebegi a bimbó, megérinti homlokát, ám ettől nem szédül kevésbé. Maradj csak itt, ha már ennyire élvezted, int búcsút Jasszál, sarkával megbökve lovát.